A nyugat-magyarországi cserkészkerület újraalakulását nem lehet pontos dátumhoz kötni. Miután a bíróság 1989-ben nyilvántartásba vette a Magyar Cserkész Szövetséget, Szombathelyen is megalakult a mozgalom újbóli megszervezésére hivatott intézőbizottság, ősszel pedig elindult az őrsvezető képzés. Ma 21 csapat működik Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala megyében. A cserkészet sajnos ezt a 40 évet nagyon nehezen heveri ki, úgyhogy a létszám az még messze van attól, mint amit szeretnénk, tehát egy folyamatos fejlődésbe szeretnénk lenni, és vagyunk is. Most 664 cserkész alkotja a kerületet. Korábban a harmadik cserkészkerület megalakulása 1920 és betiltása 1946 között 62 csapatból állt. A mostani fiatal cserkészek foci bajnoksággal ünnepelték az újjáalakulás 25. évfordulóját. Az összetartás is vezérel minket, és hogy sokat játszunk, együtt vagyunk, és szerintem főleg ez a lényeg, hogy az együttlét. Egy-egy közös program alkalmat ad arra is, hogy az őrsök és csapatok egymáshoz közelebb kerüljenek. Az idősebb cserkészek azt mondják, hogy a mozgalomhoz tartozás számukra életformát jelent, a fiatalabbak pedig sok hasznos dolgot is megtanulhatnak tőlük. Szerintem a mai gyerekeknek nagyon fontos, hogy így kiszakadjanak kicsit a városból, meg ebből az egész urbanizált környezetből, és mondjuk megtanulják azt, hogy az erdő közepén hogyan kell egy sátrat felállítani, tüzet rakni, saját munknak elkészíteni a vacsorát. Az öt szombathelyi cserkészcsapat tagjai vasárnap közösen vettek részt a székesegyházi diákmisén. Legközelebb túrázni hívják az érdeklődőket, október 4-én a Kőszegi-hegységben gyalogosan vagy kerékpáron vághat neki bárki a kitűzött távnak.